Az úgy volt, hogy a GH eleinte csak fiú GH-sok voltak. Majd később bekapcsolódtak a lány GH-sok is. A fiúk általában a konyhán kívül a kertet, a partot, a vizet ellenőrizték, a WC takarítás az volt a nagy oltári, csodálatos, nagy attrakció. Mert hogy egy WC volt. Egy WC volt minden, aztán később már aztán más. És az megtanítottuk, hogy a fiú, amikor már a Akropolis volt. WC és három zuhany, a, semmi más, az egész tábornak. Mikor már a külön. Több WC-s volt az Akropolisban, ugye ott már több WC-kagyló volt, és megjöttek az új GH-sok, és az embere elkezdte elmagyarázni az új GH-soknak, mert mikor mondtuk, hogy na takarítsátok ők a WC-t. Hát az minden volt, csak nem takarítás, másnap oda mentünk, na azt ezt úgy kell csinálni, elővenni a WC-kefét, és jobb kéz jobbra tekerve 50-et, balra 50 tekerés, és akkor gyönyörű, szép, tiszta lesz a WC, ezt el kellett nekik magyarázni. Hát a lányoknál a konyhai munka volt a nagy munka, a nagy attrakció tulajdonképpen, amikor naponta majd, hogy nem 50-70 kg krumplit kellett megpucolni, négy konyhatündér kislány, és úgy hívtuk a lány GH-sokat, hogy konyhatündérek. És ezek a pesti elkényeztek, mert a fiúk is, ezek a GH-sok is tulajdonképpen belvárosi gyerekek voltak. Hát ezek WC-t életükben még soha nem takarítottak, a kislányok krumplit nem hámoztak, és naivan odarakjuk nekik eléjük az 50 kg krumplit, hogy ezt tessék reggel 9 órától 10 óráig megpucolni, mert ezt szeretnék föltenni, és a pesti belvárosi kislányok, kérek egy asszisztenciát, a két kislány, és akkor mondtuk, hogy ezt meg kell pucolni, és akkor elmentünk, ott hagytuk a kést, és akkor ezek a belvárosi kislányok leültek egymással szemben, és fogták, és elkezdték a krumplit hámozni, körülbelül ezzel a variációval, így próbálták, végén... Ne! Egy fogta, a kést, a másik hámozta, és körülbelül két négyzetcentiméter, egy ekkora krumpliból két négyzetcentiméteres krumpli maradt, és 9-től 10 óráig körülbelül 2 kg krumplit pucoltak meg, és még ott volt 48 kg, már majdnem a távolás előtti percekben. 50 kg krumpliból maradt 2 kg.